Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben Sakmagazin 2018. májusi adásában. Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társammal szeretnénk Önöket tudósítani. Megyénk a régió, illetve az ország sakkéletének legfontosabb híreiről. Az előző adásunkban elmondtuk, hogy csúcsosodik az izgalom a megyei csapatbajnokság küzdelmeiben. Nos, időközben befejeződött a megyei csapatbajnokság, utolsó fordulója is, és végeredményt hirdethetünk. Az első helyezés kérdése a legszebb helyszínen dölt el, ugyanis a megyeháza dísztermében került sor a Piremon egy Nyírbátor mérkőzés és a Piremon 2 Nyíregyházi Sportcentrum mérkőzés lebonyolítására. Lépéselőnyben volt a Nyíregyházi Sportcentrum, mivel három és fél pont előnnyel vezette a mezőnyt, és a közös helyszínen lejátszott két forduló eredményeképpen derült ki, hogy meg tudja őrizni vezető helyét a Nyíregyházi Sportcentrum, avagy sem be kell, hogy valljuk erre, elég erős esélye volt a sportcentumnak, mivel a sereghajtó volt az ellenfel a Piremon második csapata. Nos, a Piremon első csapata mit tud ilyenkor tenni? A lehető legnagyobb arányban tud győzni a nyírbátor ellen. A nyírbátor derekasan ellenállt, bár a két legjobb játékosát nélkülözni volt kénytelen, a Piremon első csapatának játékosai pedig azt tették, amit ilyenkor a profik tesznek, nem latolgatják az esélyeket, nem az ellenfélnek, a, a, tehát a riválisnak, a Piremon 2 és Nyíregyházi Sportcentrum mérkőzéseit, partiait vizsgálták, hanem belefeküdtek a partikba, és a lehető legszebb eredményt hozták, 10-0-ra tudták legyőzni a nyírbátor csapatát. Ez sem volt elegendő az üdvösséghez, ugyanis a nyíregyházi sportcentrum 8-2-re le tudta győzni a Piremon második csapatát, és ezzel másfél pont előnnyel megnyerte a megyei bajnokságot. A következő mérkőzések igazából nem volt már túl nagy tétje a fehérgyarmat vaja mérkőzésnek, mivel mindkét csapat előtt a, a középmezőny valamelyik helye volt az elérhető cél. A helyi fehérgyarmati csapat nem tudta megállítani a, a megerősödött vaját, 6-4 arányban vaja diadalmaskodott, ez azt jelentette, hogy vaja az ötödik helyre futott be, fehérgyarmat pedig egy kisé lentebb végzett. Ö, Csatát vívott, versenyfutást vívott egymással a Dávid és a Kispárda csapata, melyik nyeri meg a bronzérmet. A, az utolsó forduló előtt több pont előnyel vezetett a Kispárda, és úgy tűnt, hogy a Kispárda biztosan befut a bronzérmes helyre. A Kispárda félprofi, tehát szakmailag értem, hogy félprofi, játékosai. Igen szépen helytáltak Balkán ellen, az egykori NB2-es csapatot 8-2 arányban tudták legyőzni. A Dávid SC-nek nagyobb falatot jelentett a, a csak nem teljes egészében ifikből, gyerekekből álló ö, nagyhalászi csapat, csak 6-4-re tudták megverni nagyhalást. ez az eredmény a nagyhalásznak hízelgő. Ezzel a bronzérem a Kisvárdának jutott, a negyedik hely pedig a Dávidnak. Tehát a megyei csapatbajnokság végső sorrendje, első lett a Nyíregyházi Sportcentrumnak a második csapata, azért második, mert az első csapat az MB2-ben vitézkedett, második lett az egykori MB2-es Piremon, első csapata, amelyik tavaly megnyerte a megyei bajnokságot, harmadik lett a Kisvárda, negyedik a Dávid, ötödik helyre jött fel a Vaja, öh hatodik helyen végzett a nagyarányú vereség ellenére Nyírbátor Bátor csapata, hetedik helyen végzett a nagyhalászi csapat, ami azért szép eredmény nagyhalásztól, mivel korábbi években sereghajtó volt a megyei bajnokságban, de most nem tizedik lett, hanem hetedik. Köszönhető annak, hogy a fiatalok sakkozgatnak és fejlődnek, valamint Hibján Tamás mesterjelölt tartja az első táblát, igen sok győzelmet elérve nyolcadik lett Fehérgyarmat, kilencedik lett Balkány, és tizedik a Piremon második csapata, ha jól emlékezem. Emellett a napokban ért véget az MB2 küzdelmei. A 11. fordulóra május 6-án került sor, két csapatért izgulhattunk, a Tiszavasvári csapatáért különösebben nem kellett már izgulni, mivel hogy nagyon messze volt a Tiszavasvári csapata a kieséstől, Kazinc Barcikával mérkőztek meg, és a mérkőzésen tulajdonképpen a Tiszavasvári csapata azért küzdött, hogy minél szebb eredményt érjen el, és a középcsapatok között jobb helyezést érjen el. Ez igen szépen sikerült, noha néhány jó játékosát nélkülözni volt kénytelen Tiszavasvári csapata, mint például mondjuk dr. Adics Lászlót, aki más irányú elfoglaltságai miatt nem tudott sakkozni, de Ö, igen szép eredményt ért el a Tiszabasvári csapata, ugyanis 9-3-as nagy vereséget tudott mérni Kazinc a csapatára, ahol két ukrán nemzetközi mester erősítette a csapatot, a helyi csapatot, az első táblát. Sokkal nagyobb feladat előtt állt a Nyíregyházi Sportcentrum első csapata. Május 6-án a sportcentrum első csapata Edelénybe kellett, hogy menjen. A forduló előtt Edelény a harmadik helyen állt, és kiszámoltuk, Péter nagymesterrel, én vagyok a Sportcentrum első csapatának szakosztályvezetője, amennyiben nyerni tudunk akár a minimális arányban edelényben, abban az esetben megszerezünk az MB2-ben a bronzérmet. Igyekeztünk jól kiállni, egy mesterünket és egy igen erős mesterjelöltünket kénytelenek voltunk kihagyni a csapatból más irányú elfoglaltságaik miatt, de így is nagyon erős csapatot állítottunk ki, sok fiatal tehetséggel, sok ifivel két ifjé szerepeltetése kötelező egyéb iránt, hát mi kétszer ennyit szerepeltettünk a csapatban. Nos, Edelény is bombaerős csapattal állt, Aktivált egy olyan szlovák nemzetközi mestert, aki idén még egyáltalán nem játszott Magyarországon és az edelényi csapatban sem, szóval soha még ilyen erősen edelény nem állt fel. Majdnem minden táblán erősebbek volt, voltak, illetve magasabb értékszámúak voltak, ennek ellenére a sportcentrum játékosai igencsak készültek a küzdelemre. A Mezőny első felében kedvezően alakultak az eredmények. Az első táblán Tiba mesterünk igen nagy küzdelmet vívott a szlovák nemzetközi mesterrel Zetocsa Klaudióval, de nem tudtak egymáson erőt venni, és döntetlen lett a parti. A második táblán orosz Robert mesterünk, dr. Barva Attila mesterrel Vívott igen nagy csatát. Tulajdonképpen két király küzdöttek egymással, de nem bírtak. Úgyhogy ez a part is döntetlen lett. A harmadik táblán, ami Andris Andrisunk, egy szlovák játékossal, Thomas Ligártal vívott igen nagy küzdelmet. Hát Ligártnak volt magasabb értékszáma, de vacsírja tőle megszokott, igen aktív játékot produkálta, ment előre, mint egy tank, és Ligátnak csak fogyott az ideje, fogyott az ideje, de nem volt mentsége Vacsília Andris lendületes támadásával szemben. Az ötödik táblán is az ellenfél magasabb értékszámú játékos tudott kiállítani. Az ifjúsági korú Vodila Martin Botond személyében a mi táblánkat Kristófori Attila tartotta. Attila elég beteg volt a parti alatt, lázas is volt, de nem szállt inába a bátorsága. Egy olyan megnyitást játszott, amit tőle még sosem láttam, skandináv védelmet, nem is hozott ki sötétel semmit a megnyitásból, de a, mivel erős játékos a közép játékban azért kidolgozta az állást, hát ö, forszírozta a nyerés, de nem sikerült, tehát az a végjáték az már tulajdonképpen döntetlen volt. Az ötödik táblán ö, a mi Gujván világosan támadta az edelényiek fidemesterét, a budapesti lakos Juhász Béla mester állását. Gyakorlatilag a partiban Gujván -Laci lemosta a mestert, Inkább Laci volt a mester, mint Juhász Béla. Guyván a tőle megszokott pozíciós fenntartás nélküli lendületes támadással haladt előre. A D és Egyalogjai olyan térerőn biztosítottak, hogy annak a, a, a fedezékében megszervezett tisztjátékkal tulajdonképpen darabokra szedte Juhász Béla mesternek az állását, aki hiába gondolkodott, nem talált semmiféle mentséget. A hatodik táblán Hibján Tamásunknak komoly feladata akadt, mivel a királyindiai védelemmel kellett az állását, a sötét állást védelmezni, a százal magasabb értékszámú Dudás Péter ellen. Ez elég eredményesen sikerült, hát a végjátékban Tamásnak volt hajszány előnye talán, de nem sikerült átütni a bástya végjátékban a hetedik táblán a mi kiváló egykori ifink, bár még mindig igen fiatal, Rubóczki Tibor vívott nagy mérkőzés Tóth Tamással, borotva éles vezércsel botvinnik változatában. Tibi előnybe is került a a középjátékban, de az időellenőrzésnél 40 lépés előtt valahogy az idő zavarban kiadta az előnyét, és nem tudott győzni. A nyolcadik táblán sajnos hamar összeomlottunk egy 150-nel magasabb értékszámú játékossal szemben, sötéttel benézett valamit az egyik igen tehetséges fiatal játékosunk. A kilencedik táblán én játszottam, a leghosszabb partit én vívtam, 5 óra alatt sikerült csupán győznöm egy árnyalatnyi, előnyt biztosító ortodox vezércselben, amit, amit, hát ezt az állástípust én igen sokat játszom, és gyakorlott voltam már benne. A 10.-11. táblán hamar összeomlottunk, ifjúsági játékosaink, hát ugye vasárnap játszottuk a partit, és hétfőn kezdődött az érettségi, a közel, közeledő érettségi talán inkább a mi ifjeinket zavarta meg, a máskor olyan lendületesen, magabiztosan és erőtől duzzadóan játszó ifi játékosaink viszonylag hamar összeomlottak, elnézéssel, valahogy most, most ö, nem volt jó a bioritmusuk. Igen, fordulatos volt a 12. táblán az állás, ahol az egyik legtehetségesebb ifink játszott. Sötéttel a megítás végén egy szép kombinációval tisztelőnyt szerzett, de ezt nem sikerült érvényesíteni, és, és nem jól értette meg az ifink az állás lényegét. Ellenjátékhoz engedte a, a, a világos színekkel játszó hazai játékost, és sajnos még kapitulálni volt kénytelen. Így történt az, hogy minimális arányban elvesztettük a mérkőzést, no, hogyha egy ponttal többet szerzünk, abban az esetben bronzérem jutott volna a nyíregyházi csapatnak. Így maradt a középmezőny a hatodik hely, a tiszavasvári pedig a kilencedik helyen végzett az MB2-ben. Bizonyos vagyok benne, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum a következőiben sokkal fényesebben fog szerepelni, terveink szerint erősíteni is fogunk is, hogyha minden jól megy, abban az esetben még akár meg is nyerhetjük az MB2-t, tehát ez a határozott célunk. Ehhez egy-két erős játékosra is szükségünk van, gondolok itt többek között Péterre, hát meglátjuk majd az átigazolási időszak végére, hogy hogyan sikerült összerázni a, a megye magasan a legjobb csapatát. Péter, én azt hiszem, hogy te a mai napra is készültél partikkal. Kikek, kiket szeretnél bemutatni? <coughs> Mosánat. Mindenképp a két legjobb pontszerzőtől szeretnék egy-egy parti bemutatni majd. Ugye a megyei csapatunk közül. Tehát ugye a Tiszavasvárinak a legjobb pontszerzője. Ugye két játékos volt, Lengyel László és és Nézik Nézi Zsolt. Zsolt. Mindketten eh, azt hiszem, hogy hat pontot csináltak. Azt hiszem, hogy tíz partiból és kilenc partiból. A mi csapatunkban ugye több jó pontszerző is volt, de az egyik, az egyik leg lendületesebb játékosunkat, aki ugye, lassan most fog végezni az egyetemen, Rubószki Tibor, Nak az egyik játszmáját szeretném majd bemutatni. Tegyük hozzá, hogy a fiatal Blahota Marcel egy fél ponttal többet szerzett, mint Tibi, de több partiból. Igen, több partiból. Uh, nem is azt mondom, hogy több pont, tehát azt hiszem, hogy a legjobb pontszerző Marci lett, mert 10-ből 7 pontot csinált, a Marci, neki már több partiját is bemutattuk itt, viszont uh, Tibornak még nem <coughs> nagyon mutattuk be a műsorba partiját, hogy ezért gondoltam, plusz ugye Tibor volt az, aki felvállalta, hogy sakkozik, edzéseket tart, edzéseket vezet a, a, játékosainknak, úgyhogy mindenképp megérdemli ezt. Én úgy gondolom, Balaton Marcinak volt az egyik legjobb éve, ezzel lehetett volna feltenni az íre a pontot, ha az utolsó partiát is megnyeri. Teljesen nyerve volt, egy rossz terv, iskola vége, fáradtság, kicsit indisponált volt, mint a többi fink is. Tehát ez nagyon, nagyon nem jött most úgy össze, hogy szerettük volna. Én úgy gondolom, hogy az esélyek megvoltak, tehát a jövőre nézve, tehát most ezt a meccset elvesztettük, de ebből én úgy gondolom annyi mindent lehetett tanulni, meg olyan ö, tapasztalatot gyűjtött mindenki, hogy hogy a évben nem lesz appelláta, és nem csak az edelényt, hanem a többi csapatot is megpróbáljuk megverni majd. Természetesen a célkitűzés a, én úgy gondolom, az első három helyen való ö, szereplésünk lesz, ebbe belefér az is, hogy, hogy, akár talán meg is nyerhetjük, de én úgy gondolom, hogy az érmes pozícióba kellene végezni, és megnézni, ugye egy-egy meccsen bármi eldőlhet, oda-vissza ugye megfordul egy parti, mint most is edelényben, és akkor így a nyerés helyett ugye vesztés lesz, de ez fordítva is egyértelműen Beigazolódhat a mi csapatunknál is. Minden az a cél, hogy minél jobban végezzünk, erős csapatot építsünk, és hosszú távon ugye egy szinttel feljebb lépjünk, és magasabb osztályban játszunk. Mondjuk optimistán, hogy ugye most az idősebbek voltak eredményesek edellény ellen, a fiatalok pedig elég gyengén szerepeltek. Ebből az a következtetés vonható le, hogy legközelebb már a fiatalok is rendkívül jól fognak szerepelni, hiszen eldobták a rossz szériát maguktól ezen az utolsó mérkőzésen, és ősztől a 2018-2019-es évadban az ifik újra a régi megszokott formában fognak tusakodni. Az idősebbek meg ugye tapasztaltabbak, ők jobban tudják állandósítani a formájukat, tehát minden rendben lesz a következő szezonban mondjuk ki optimista. Én is erre gondolok. Ugye azért fiatalok nem mindig van egy ilyen dolog, ugye lassan évvége lesz, hajtás van, tehát ott azért egyértelműen tehát látszott rajtuk kiütközött a fáradtság is, ugye érettségire is készül több játékosunk, tehát ez most ez most ezt a, rendmény, ezt a következő évben viszont én úgy gondolom, hogy amit most elvesztettünk, azokat meg fogjuk nyerni. Tehát én, én egyértelműen azt látom, hogy nagyon, tehát egy, egy, erősebb csapat ellen megvoltak az esélyeink, nagyon pici múlt, hogy, hogy ugye elvesztettük ezt a rangadót. Én úgy gondolom, hogy jövőre ezek a pici pluszok, ami egyesületünket fogják, majd. fogják erősíteni. Úgyhogy remélhetőleg, remélhetőleg, ugye a megyében is tudjuk, a, ott igazából az lesz a célkit, hogy minél több bifé játszon, az MB2-ben meg ugye az első három helyen végezzünk. Nézzük akkor, hogy legjobb pontszerzőink milyen sok művészetet mutatnak be. Hogyan fognak játszani a következő bajnoki évadban is. Tehát világossal ugye a Nyíregyházi Sportcentrum legjobb játékosák legjobb pontszerzőjének a partiát fogjuk megnézni. Ugye Blauta Marcel játszott Pap Máté ellen, itt a, ebben az mb 2 szezonban, ugye világossal egy jól vezetett parti volt, egy-egy hibától eltekintve, de kifejezetten jó partit láthatunk, és egységes partit. e 4 kezdett világos, a Marci E5-tel folytatta a sötét, Huszár F3-mal ugye fejlődött világos, Huszár c 6 tal megvitte az E5 gyalogot, futó C4, ugye futó E7-tel, ugye ezt magyar védelemnek nevezik, D4, kifejezetten jó lépés, és ugye azonnal megítja a centrumot, e D4 következett, amire Huszár üti D4 jött, és Huszár F6-ra pedig én valószínűleg Huszár C3-at léptem volna, valószínűleg az a legjobb lépés, Huszár üti C6 se volt olyan rossz lépés. Ezt valószínűleg B gyaloggal, hát az sem biztos, hogy B-vel, valószínűleg a D gyaloggal kellett ütni, és ugye azonnal végjátékba belemenni. D üti C6-tal visszaütötte ezt a lovat, vezér üti D8, következett futó üti D8, és ugye azt kell látni, hogy gyakorlatilag a hetedik lépés után, kimaradt a középjáték, és szinte azonnal a végjátékkal kezdtünk. Tehát a megítási szakaszból, ugye a vezércsere után, hát azonnal a végjáték szakaszába értünk, tehát teljesen kimaradt a középjáték. Egy pontatlan lépés jött most, ugye E5-öt lépte világosan, én talán azt is mondhatnám, hogy talán egy pici hiba, azt azért ugye nem veszít, de ezt a gyalogot valószínűleg F3-mal kellett volna megvédeni, az lett volna a legjobb lépés, és ugye tartani azt a négy gyalogot a királyszárnyon a három ellen, ugye futópára az egyértelműen világos előnyét. Eredményezte ennek a lépésnek talán az a hibája, hogy D5-ön egy támaszpontot biztosít ennek a huszárnak. Tehát következett huszár D5, és ugye itt tud mire játszani, fekete, és ki is tud fejlődni. Huszár D2-vel fejlődött, ugye aminek az az értelme, hogy F3-ra szeretném majd rakni. Itt több lehetősége is lett volna a feketének, futó E6, Huszár F4, Huszár B4, tehát uh, talán az e5-nek ez volt a hibája, ő elsáncolt, ami talán nem a legjobb lépés, uh, egyértelműen futó elhatta. Itt már nem, nem nagyon kell sáncolni ebben a szerkezetben, mert ugye végjátékban vagyunk. Tehát sánc, következett elsáncolt uh, fekete, Elsáncolt világos is, ugye futó elhat következett, tehát fejlődést végértem. Igen, Igen C3-mal ugye nem engedte B4-re ezt a huszárt. Világos következett A6, ami elég felesleges lépés, tehát az azért feketének is voltak hibái. Ez, ez teljesen értetetlen, felesleges lépés, ez az A6 lépés. A 6 következett, futó B3 jött, amire futó E7-tel kihozta a másik futóját is. 20 F3-mal, most már fehér is, kifejlődik H6, következett, amire huszár D4 jött. Hát és ugye itt egy nagyon nagy hiba, ugye futó C8-al gyakorlatilag visszarakta. Itt valószínűleg bástya a D8 lett volna a legjobb lépés, a futót oda kell adni, vagy utána visszavinni C8-ra. F4 következett, ez jó lépés volt, futó C5, futó D2, ugye kifejlődtünk, futó E6, és következett F5, ugye megint olyan nagyon volt hely ennek a futónak. Fekete egy picit össze-vissza lépegetett, tehát innentől kezdve elég sima partinak tűnik, bár egy helyen még lesz egy utolsó lehetősége Feketének. Tehát az a térelőny az térelő. A kötés az nem ért sok mindent, le is ütötte, most futóüti D4 következett, <coughs> esetán a legjobb lépés, c i D4, futó D7 jött. <coughs> itt valószínűleg itt megint egy kicsit pontatlan tervet játszott, kicsit elhamarkodott volt ez a futóüti D5, itt a legegyszerűbb G4-H4G5-tel való le, tehát letol, Leszorítás. Leszorítás lett volna a legjobb lépés világosan, és egész egyszerűen fekete ezen semmit nem tud kezdeni. Tehát G4, H4, G5 sima nyerést eredményezett volna. futóti D5 következett, amire C üti D5 jött. Kiegyenesítve a gyalogszerkezet ellenkező színű futó, ami azért már valami alkalmi döntetlen esélyt is adhat. Igen, viszont f 6 ugye azonnal belekötött a fekete királyállásba, és azt tudni kell, ugye, hogy aki támad, annak az ellenkező színű futó, azt szinte azt szokták mondani, hogy tisztelőnyt eredményez. Ugye Tehát most az G5, az a futó támad, a másik futó pedig ugye nem tud védekezni. Nem tud védekezni az ellen. G5-tel ugye jött itt fekete, és itt ugye H4 következett, és itt volt egy nagyobb hiba. Itt valószínűleg ezt be kellett volna áldozni. Tehát itt király H7, H5, G5, H5, G5, G5, király G6-tal kellett volna az egyedüli eséllyel e, királyát játékba hozni feketének. Most leütött h 4 ami szinte azonnal vesztett meg G-üti után nagyon meggyengült a királya, ugye érkezett futó üti H6, bástya F D8 érkezett, és erre pedig futó G7 következett. Csatton a retesz a királyálláson. Ugye már próbálkozott király H7-tel most jönni, de hát itt már ugye egyszer ez a G7 futó megbínítja megint a sötét bástyákat haderőt. Király H7 jött, Amire király F2, kiváló lépés, ugye Hávon arra akar menni a bástyával, király G6 érkezett, király E3, ugye centralizáljuk a királyt, nagyon-nagyon jó terv volt, király G5 következett, amire bástya F4, C6, ugye ez megint azt szoktuk mondani, hogy értelmetlen, felesleges lépés, tehát semmi értelme nincs, de itt már nagyon nehéz volt jó tervet találni feketének, tehát itt már valószínűleg veszve van. Bástya h 1 ugye az utolsó figurát is hozta játékba. Marci H3 következett, amire g H3 jött. Ugye B5, megint felesleges lépés, H4 sakk, ugye király G6, Bástya G1 sakk, király H7, Bástya G5, ugye a matháló összeállt, király G8, és Bástya H5 után a Bástya H8 mat védhetetlen, úgyhogy ezért itt fel is adta fekete. Több hiba is volt a partiban, de egy kifejezetten jól vezetett, szép támadó partit láthattunk Marcitól. Tisztelt nézőink ez a part is megmutatta, hogy a fiatal Blahot a Marci miért tudta egy év alatt, 250-nel növelni az értékszámát. Ö láthattuk a partiban, hogy hát egy hibája volt ugyan, de azért 40 lépést megtenni úgy, hogy egyetlen hibát ne kövessen el az ember, a legnagyobbaktól várható csak el. Annak idején Smithlow világbajnok mondta, hogy az én feladatom az, hogy 40 hibátlan lépést tegyek a táblán, ha az ellenfelem egyetlen egyet hibázik, az előnyt érvényesítem, ha pedig nem hibázik, a Parti döntetlen. Hát Marci még nem jogosult világbajnoki döntőt játszani, de az MB2-ben ő volt a legeredményesebb pontszerző, és bízunk benne, hogy a következő évadban is ha 250-nel vagy közel 250-nel fogja tudni növelni az értékszámát. Ennek a feltételei megvannak, mivel hogy szorgalmas sakkozó, nem csak sakkozik, ugye matematikában és sok más egyében is kiválóan teljesít, de hát a sakkban, a szorgalom mellett az edzés munka is rendben van, ugye Péter nagymester tanítja edzi, néha személyre szabott edzésben is sajnos a mai hadásunk műsor idejének a végére értünk. El kell, hogy köszönjek Önöktől. A következő partiban, következő adásban folytatjuk azon partik bemutatásával a tudósításunkat, amelyeket a legjobb pontszerzők játszottak, tehát a Tiszavasváriból Lengyel László és a Nyíregyházi Sportcentrumból a fiatal Rubóczki Tibor. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!